A 9-es lányok szorgoskodnak a tankonyhában, a cukrászat alapjaival ismerkednek. Készül a briós és egyéb süteményfélék. A Krúdiban a vendéglátóipari szakmák talán a legnépszerűbbek. A szinte évente változó szakképzések tengerében nehéz kiigazodni. Ebben segít az intézmény igazgatója. A mi iskolánkban 28 éve gimnáziumi képzés folyik. A korábban szakközépiskolának nevezett képzést már az idei tanév óta szakgimnáziumnak hívjuk, és az előtte szakiskolának nevezett képzést pedig szakközépiskolának hívjuk. Gimnáziumi képzésünkben humán és reál gimnáziumi osztályt, valamint egy magyar-angol kéttanítási nyelvű gimnáziumi osztályt indítunk. A szakgimnáziumi képzésben két ágazatban is érdekeltek vagyunk. Az egyik a turisztikai ágazat, abban szintén egy nagyon évek óta nagyon-nagyon jól működő kéttanítási nyelvű képzést, a magyar-német turisztikai képzést indítjuk, valamint ennek a kis testvérét, a magyar nyelvű turisztikai ágazati képzést. Emellett vendéglátóipari szakgimnáziumi osztályt is indítunk kettőt, ahol az egyik idegen nyelv a német, a másik az angol. A negyedik végén az érettségi mellett egy szakmát is kapnak a gyerekek, a következő évben pedig részt vehetnek a technikusi képzésben. A szakközépiskolai oktatásban a harmadik év után szerzik meg a tanulók a szakmát, utána pedig két évig tanulják az érettségi tárgyakat. Azoknak a gyerekeknek, akiknek nagyon jó a bizonyítványuk, szorgalmasak, szeretnek tanulni, szeretik az idegen nyelveket, mindenképpen a gimnáziumi képzést ajánlanám, és a két tanítási nyelvű gimnáziumi képzést nálunk. Azok azonban, akik még nem biztosak abban, hogy föl tudnák vállalni akár egy továbbtanulást, vagy azt a nagyon-nagyon nagy szorgalmas tanulást, viszont már most tudják, hogy érdekli őket a turisztika, vagy szeretnek sütni, főzni otthon, azoknak mindenképpen ajánlanám ezt a két szakmát, ugyanis mindkét szakma húzó ágazathoz tartozó szakma, tehát a turisztika is már Magyarország egyik kiemelt húzó ágazata lesz. A vendéglátás meg már nagyon régóta az. Ezért nem véletlen, hogy a szakács és a cukrász helyekre többszörös a túljelentkezés. Ez köszönhető az iskolában folyó szakmai munkának. Hozzáértő szakemberektől tanulhatnak a gyerekek, emellett a krúdis diákélet is vonzó lehet a továbbtanulók számára. A Krúdiban szinte minden héten történik valami, hol kulturális, hol sportesemény, hol szakmai versenyek vagy rendezvények. Például a jövő héten is már 13. alkalommal rendezzük meg a fizika napját, ahova várjuk sok szeretettel az általános iskolás gyerekeket is, a középiskolás gyerekeket is, és ebben nem elsősorban csak a fizikát bemutató, hanem a természettudományos tantárgyak minden oldalát felülelő rendezvénysorozaton ugyanúgy ott vannak a szakiskolás gyerekeink, a szakácsok, a pincérek, a cukrászok, a két tanítási nyelvű gimisek és a szakközépiskolások is. A 8-os diákok február 15-ig dönthetik el, hogy melyik középiskolában folytatják tanulmányaikat.